esztendeje már, hogy az első urán érc lencsét feltárták, és napvilágra hozták az első csille ércet. Filminkkel tisztelgünk a múltnak, a bakonyai kettes üzemnek, és köszöntjük a jelent, az új, a Legek bánya üzemét, az ötöst. Bányaüzem, Bakonya. Ez a mecseki ércbányászati vállalat legrégebbi működő bányaüzeme. E bánya kimerülő félben érc vagyona elfogyóban van. Hetek vagy talán már csak napok kérdése, és az utolsó uránbányász is elköltözik innen. Kameránkkal azonban még nem követjük őket. A múltra emlékezünk. Kettes üzem első vezetőjével beszélgetünk. 1955 őszén alakult a kettes expedíció Bauxitbánya vállalat néven meg, amelynek egyik üzemeként az addig kettes kutatókörletként funkcionáló kettes üzem vezetőjeként nyertem beosztást. Annak idején vállalatunknál kettős érdekeltség volt, szovjet-magyar érdekeltség. Ebből értelemszerűen következik, hogy a vezető beosztású emberek is részben magyar, részben szovjet eljártásokból tevődtek ki. Nagyon nehéz volt annak idején az üzem vezetése, ennek kettős oka van. Egyrészt azért, mert semmi néve nevezendő gyakorlatunk, tapasztalatunk nem volt. Másrészt abból adódik, hogy az uránbányászatot annak idején igen nagy titokzatosság lepte, nagy volt az urán misztikum. Lényegileg üzemként az 56-os események után kezdett ez a terület működni. 57-ben indult meg az intenzív kutatás, befejezés, követő termelés, feltárás, előkészítés. Lényegileg 58-ban kezdődött a termelés, amikor már csak magyar szakgárda állt a üzemnek az élén. 58-59-ben a termelés teljesen felfutott, nagyon felemelő érzés volt egy új iparág megteremtésében cselekvő részt vállalni, a már tradicionális bányászat mellé az érzbányászat is kialakítani. Ez volt az a szép, régi, kettes, hármas kvelslág tárolbejárat. Valamikor, amikor elkezdtünk dolgozni 1955-56-ban, ez ugyanúgy nézett ki. Most már a természet visszafoglalta régi elhagyott bástyáit, akkor csodálatos volt, most ismét az. Nem dolgoztak a bányászok, fejtették az ércet, mi mértük, mutattuk, hogy merre van. Ők pedig, miután csillébe lakták, egyszerűen kitolták a napra. Olyan volt, minthogyha az az elrejtett érc, amit itt megtaláltunk, ez közelebb volt az emberekhez, és közelebb volt a természethez, szinte összenőtt velünk. Újra kezdeni minden nap egy olyan fajta hangulatot eredményezett, amit valamikor úgy hívtunk, hogy bakonyai szív. Ez azért mondanám, hogy nosztalgikusan, mert mindenki ismerte egymást. Kis csapatok voltak, kis műszaki társággal verődtünk össze. Tehát a hőskor indulásakor szinte családi vállalkozásnak éreztem ezt az egészet, mert akármilyen gond volt, akármilyen probléma volt, együtt próbáltuk megoldani. A vájár
ugyanúgy segített nekem mérni a bányába, és ha olyan probléma volt, hogy esetleg leesett a csilléje, vagy nem volt ideje megtölteni, mert már szorított a munkaideje, akkor nagyon neki láttunk mi is lapátolni, és együtt csináltuk az egész dolgot. A 2. számú bányaüzem külszíni szállítógépházában vagyunk, amit itt a hátunk mögött látunk gépet, az szinte muzeális érték. 1955-56 óta áll ez a gép itt, ezzel a géppel mélyítették saját magát ezt a szállítóaknát is. Ez a szállítógép, ez kézi kapcsolású, száraz kapcsolókkal működik, amilyet ma már nem gyártanak és nem is használnak. A sebessége is minimális, a maximális értéke az 3 méter per szekundum, amely személyszállításkor és teherszállításkor egyaránt alkalmaznak. Ezt 1959-ben elkészült a 2. üzemi függőleges akna, amely mindegy 120 méteres mélységből tette lehetővé a föld alatt kitermelt érc külszíne szállítását. Hát az akkori körülmények között az akna elég modern volt, azóta ezt már nem mondhatjuk el róla. 120 méter mélységig hajtottuk ki, ott volt a zsomszint, 4,8 méter átmérőjű akna volt, illetve hát jelen pillanatban is még működik, funkcionál. Két kasos, két dobogós, ami azt jelentette, hogy egy-egy kas cserével egyszerre kettő teli csillét és kettő üreset tudtunk váltani. Hát ez a későbbiek folyamán, az elmúlt 30 év folyamán elég sok problémát okozott az üzem életébe, hisz a szállítás mindig szűk keresztmetszet volt, elég nehezen tudtuk a mindig nagyobb igényeket támasztó érztelmerés termelési volumenét a külszínre kiszállítani. Hát az akkori körülmények, az akkori művelési módok, ezek behatároltak voltak, az akkori önköltségcentrikus bányaművelés szűk vágatokat, szűk fejtési üregeket tett lehetővé. De hát akkor ez volt a koncepció, ehhez kellett tartani magunkat, ez volt, hogy úgy mondjam, a divat abba az időbe, amit aztán azóta a bányászat elég szerencsésen a méretek megnövelésével eléggé alaposan megváltoztatott. A 2. üzem dolgozói a korábban romos bakonyai erdészházat felújították, megfiatalították, és igen hangulatos brigádházzá építették. Itt rögzítettünk néhány megtörtént vidám esetet a 32 év történetéből. Gyerekek, azt sose felejtem el, amikor egyszer a Liska Gyurka barátunkkal, a biztonsági mérnökkel bányajárást végeztem. Mentünk, távolról látszódott, hogy az egyik emberünk cigarettázott, hát tudva levő, hogy tilos a bányákban a cigarettázás. Azt mondja Gyurka barátom, itt most fogás lesz. Óvatosan megközelítettük az emberünket, úgy látszott, hogy észre se vett bennünket. Elköszöntünk, Gyuri barátom rátért, hogy nos úr Mics, maga miért dohányzott a bányába? Én nem dohányoztam, főnök. De hogy is nem dohányzott, hiszen látszik, most is lehet vágni a füstöt. De én akkor se dohányoztam. Hova tette a csikket, Surmics? És nálam, hát nálam nincsen, nem tettem sehova. Tehát elkezdtük keresni földön, égen, mindenhol a csikket, nem találtuk. Gyuri barátom már elvesztette a türelmét, azt mondja, Surmics, ígérem, nem büntetem meg, mondja meg, hova tette a csikket. Főnök, tényleg nem büntet meg? Nem, Surmics. Instálom, megettem. A gyerekek, ismertétek ti a mellest, aki nekem működő társam volt közel 2 évtizedig a bányában. Egy sztorit szeretnék elmagyarázni azzal kapcsolatban, hogy mit csinált egyszer. Hát fúrtuk a vájvéget, ugye, késő volt már, el is voltunk egy kicsit késve, és ahogy fúrtunk, ő rágyújtott egy cigarettára a mellest, így beszélt. Mikor rágyújtott, hátra nézek, ás láttam, hogy a robbantási mérnök meg jön befelé.
Melles is észrevette, eldobta a cigarettát, ahogy jött ki a sűrített levegő, szikrázott mindent. Leállítottam a népet, azt mondja a robbantási mérnök, mit csinál maga Melles? Fúrok, édesapám, nem látja? Ne hazudozzon, hát magad cigarettázik, azt mondja, ki fogom zavarni a bányába. Engemet, édesapám? Még hogyha maga lenne a bánya, akkor sem mennék ki. Hát most a szocializmus kellős közepén, amikor már a termelési eszközök társadalmi tulajdonbanak, még úgy sem megyek. Azt mondja, vegye tudomásul, hogy be fogja hozni az egyes számú betétlapját. Azt nem viszem be, édesapám. Ha miért nem hozza be? Azt már elvették, azt mondja. Azt mondja, akkor be fogja hozni a kettes számú betétlapot. Na azt még úgy sem viszem be, mert az tele van vidéki női címekkel, és ahhoz magának semmi köze. Erre már felmérgesedett a mérnök, és azt mondta, vegye tudomásul, amire ilyen cinikusan, arrogánsan beszélt velem, holnap reggel nem fog leszállni a bányába. Nem is akarok, mert szabadságon esett. Hát fiúk, én úgy gondolom, hogy amit a történelem során, az uránbányászat történelme során kívülállók már nagyon sokan megállapítottak, ezt ma már mi is elmondhatjuk így egymás között, hogy ez egy nagyon jó bánya volt, ez a kettes üzem. A lehetőségek szempontjából is, és becsületére legyen mondva, aki ehhez a kollektívához tartozott, hogy ki is használta ezeket a lehetőségeket. Az elmúlt több mint három évtized alatt itt nagyon nagy harcot vívott az ember, a bányász a természet erőivel. Most, ha pillanatnyi fölállással és főhajtással is, de emlékezzünk azokra a volt munkatársainkra, akik alul maradtak ebben a harcban, és életüket áldozták azért, hogy ma mi egymás között itt elmondhassuk, hogy ha néha fájdalommal fűszerezett is, ha buktatókkal teli, de igen szép, igen sikeres volt ez a múlt és eredmény. Igyunk tehát eredményeinkre, a jelenre, és igyunk a jogutódra, új otthonunkra, az ötös bányára. Egészségesen! Az új ötös üzem, a Legek bánya üzeme. Az aknamélyítést Dörner Konrád és csapata végezte. Két világrekordot döntöttek meg. Eredményeik elismeréséül állami díjat kapta. Évekkel ezelőtt ezen a helyen dolgozott a brigádunk. Sok nagyszerű eredmény fűződik ehhez a két aknához. Mögöttünk az ötös szállítóüzem és az ötös légaknamélyítésénél. A brigádunknak a létszáma 72 fő, ami egy komplex brigád volt. A talpon 19 fő végezte a munkát, rendkívül nehéz körülmények között. Gumiruhában, nem tudom, ez azoknak, akik a bányászati munkához nem értenek, mit jelent, de képzeljenek el egy függőleges aknát, ott, ahol körbe folyik a víz, és az embernek 8 órát 1000 méteres mélységben is, nagy közet, hőmérséklet mellett az ember fejére zuhog a víz, hogy ilyen helyen milyen nehéz a munka. Legmagasabb eredményünk, amit elértünk, a világrekord, amit légaknán értünk el, 208 méter aknát mélyítettünk le 31 munkanap alatt. A bányászati aknamélyítő vállalat, mint bányaépítés országos szakcég, a Mecseki Észbányászati Vállalat nagy beruházásai jelen volt, mint a bányanyitások, bányafeltárások szakcége. Ennek a bányaüzemnek az építése során számos komoly magyar aknamélyítő rekord született, ahol az Alkamáté Szocialista Brigád, melyet Dörner Konrád vezetett, sajnos ma már nyugdíjban van,
20,8 köbméteres fejteljesítményű műszak teljesítményt ért el. Jelenleg is dolgozunk a bánya további feltárásán, az 1100 méteres mélységből újabb nagy átmérőjű vakaknával közeledünk újabb 350 méter mélységet lefelé. A Mecseki Érzbányászati Vállalat 5-ös számú bányaüzemében a honfoglalás a bányászatban kissé eltérő módon történik. Az áttelepülésnek a sajátossága abban áll, hogy a birtokba vevő kollektíva, a vállalat legrégebbi üzeme, a 2-es üzem, amely immár 32 éve termeli az uránércet, ez a kollektíva sajátos módon hosszú ideig egymás mellett párhuzamosan működő két bánya üzemben végzi a termelést. 1980-ban települt át ide a 2-es bánya üzemből az első vágathajtó brigád. Őt követték a többi brigádok az évek folyamán, és 1983-ban már 5-ös üzemi ércvagyomból is termeltünk, műveltünk. A fordulópont 1985-1986 első fél évére tehető, mikor is már 50-50%-ban termelt a két üzem. 1986-ban átadásra került az új üzem szállítóaknája, majd néhány fontos, az üzemelés szempontjából fontos külszíni létesítmény. Ez felgyorsította az eseményeket, és megváltoztatta a termelési arányt is, természetesen az 5-ös üzem fele való eltolódással. A jó üreg bakonyai bányaüzem utolsó napjait éli. Az új bánya az 5-ös, bár a beruházás még nem fejeződött be, de már fogadóképes, képes arra, hogy átvegye a 2-es üzem kieső termelési volumenét, sőt néhány év múlva mind létszámilag, mind területileg ez lesz az ország legnagyobb egy telephelyű bányaüzeme. Az 5-ös üzem aknatornya 56 méter magas betonépítmény. Itt a magasban kettő darab hatalmas szállítógép található. A 4 milliárd forintot meghaladó, országosan kiemelt 5-ös üzemi nagy beruházás aknatornyában, a szállítógépházban vagyunk. Látni a hatalmas méreteket, kettő szállítógép működik külön-külön, köperrendszerűek a szállítógépek, mindkét oldalon kasfelfüggesztéssel. Természetesen a hajtás tirisztoros, mint a hasonló modern bányagépeknél, de abban különbözik ez a gép a többitől, egyébként eddig még egyedi országos szinten, hogy a kaskiszolgálást mikroprocesszoros számítógép vezérli. Ma még egyes folyamatok igénylik a szállítógépész jelenlétét. A két szállítógép meghajtó motorja együttesen 4,4 megawatt energiát vesz fel terhelésként a hálózatból. Ez ugyebár 1%-a a paksi atomerőmű egy reaktorának teljesítményénél. Sebessége teherszállítást illetően 16 méter per szekundum, személyszállításé 12. A szállítógépek tervezett kapacitása óránként 300 csille, ma azonban ezt még nem tudják produkálni.
személyszállítás szempontjából, ha mind a két gép egyszerre szállít, akkor egy időben 256 személyt szállít. A kettes üzem akna átmérője 4,8 méter, az ötös üzemé 7,5 méter. Kameránkkal a négy emeletes szállítókas tetejére telepszünk. Alattunk több mint 1100 méteres mélység. Európa egyik legmélyebb aknáját ezt szokatlan nézőpontból szeretnénk bemutatni. Ezt láttuk. Az akna, amelyen leszálltunk, 1118,5 méter mély. Tehát több mint 1000 méter mélyen vagyunk a föld alatt. Innen, erről a szintről mélyül még kettő vakakna. Az egyik már kész, a másik most van mélyítés alatt. Ez utóbbival már az 1400 méter körüli mélységeket céloztuk meg. Előbb már elmondható, hogy ami Magyarországon él és létezik, az fölöttünk van. Más szóval, ez az ország legmélyebb pontja, ahol ember megvetheti a lábát. A nagy mélység, a tektonikai viszonyok, a kőzetkeménység, a klimatizációs gondok, a hatalmas távolságok mind megannyi új műszaki megoldást igényelnek. Az uránbányászatban sok minden az embert, a bányászt szolgálja. Az aknától a munkahelyek megközelítése Lanovkán történik. Most pillanatnyilag üzemünk egyik közbelső szintjének tájékozását végezzük a Giró Teodolit segítségével. A Giró Teodolit, a bányamérő szolgálat nagyon kedves és nagyon hasznos műszere. Hisz tudjuk, ez közvetlenül megadja a csillagászati azimutot két ismert pontunk között, amire aztán a továbbiakban az egész bányamezőnket tájékozni tudjuk. A másik nagyon hasznos és nélkülözhetetlen műszerünk a lézer. A lézer csövek igen nagy segítségünkre vannak, ugyanis hosszú egyenes szakaszon 4-600 méteren kis szóródású fénysugarat tudnak kibocsátani, és ezekkel mi tudjuk irányítani az egyenes vágathajtó csapatainkat. Amikor a kettes üzembe elkezdtük a fejtési munkákat, akkor nagyon sok
szép, jó ércet találtunk mindjárt az indulásnál. Hát ez persze nem egészen a geológusoknak a becsületét növelte, hanem inkább a művelőkét, mert ha van érc, akkor sosincs különösebb szerepe a geológusnak, inkább akkor, amikor nincs. Ezeket a jó érceket a felszínhez közel találtuk, és ennek az az előnye is megvolt, hogy igen könnyen tudtuk a külszínről kutatni. Később aztán jöttek a problémák, és sajnos voltak olyan szintjeink, ahol igen sok vád ért bennünket azért, mert nem találtuk a beígért ércet. Ebből az időből származik az a mondás, hogy geológus vagy, hogy csinálj ércet. Hát persze ezt mi nem tudtuk végrehajtani, hát Istenek, mi se vagyunk. Amikor átkerültünk az ötös üzembe, akkor nagyon hasonlóan indultunk, mint Bakonyán. Itt is nagyon szép telepeket találtunk. Itt aztán jelentkeztek olyan problémák, amik a kettes üzemben még nem voltak. Többek között a kőzet állékonysága, rendkívül repedezett és gyenge megtartású kőzetekkel találkoztunk, nagyon sok tektonikával, és ez természetesen nehézségeket okozott a művelésben. Azon kívül még egy nehézség jelentkezett, az itt előforduló érceknek a feltárhatósága, a feldolgozása is sokkal bonyolultabb és költségesebb, mint a kettes üzemi. Ezek a kőzetek, amik itt most körülöttünk láthatók, több mint 200 millió évesek. A geofizikáról, bánya geofizikáról felszólt, szeretném, ha látnák, hogy a geofizikának a szerepe, hogy megmutassa az ércet a bányászoknak. Nem lehet látni, hogy melyik az érc, melyik a meddő, amit szigorúan el kell egymástól határolni. Tehát a saját fejlesztési műszer arra szolgál, hogy kijelöljünk az érces homlokon belül azt a robbantható magasságot, amit a művelők utána kifejtenek. Kétfajta módszert alkalmazunk. Egyik, a falon végigmérjük az ércet, és ezen belül körülbelül 30-50 cm mélységben meghatározzuk, berajzolva, hogy mit szabad robbantani. Az utána következő második metódika, hogy átszereljük a lefúrt homlokra a másik műszerünket, a lyukmérőt műszert, és a lyukkarosztást végzünk. A lyukmérés azért fontos a tisztán termelés érdekében. Azért, hogy külön tudjuk robbantani szelektíven az érkező meddőtől. Nagyon fontos, hogy minél kisebb elszínéléssel dolgozzunk, tehát én úgy jellemezném, hogy a geofizika a bányászat szeme. A 41-es számú fejtési csapatnál vagyunk. Ők az 5-ös üzem egyik legjobb szocialista brigádja. 13 éve kezdtem itt a bányán, hát először ilyen kicsit furcsa volt nekem is, megszoktam már. Azóta javult a helyzet. Körülbelül 3 éve dolgozom az 5-ös üzem területén. 20 ezer forintot keresek, annyi a havi jövedelmem. 1977-ben jöttem a 2-es üzemhez. Egy nagyon jó csapatra kerültem, a 41-es csapat. Nagyon jó, erős munkatársaim voltak, és így maradtam a 2-es üzemben. 2 éve kerültem át az 5-ös üzemhez. Nagyon jó kerestünk a tavalyi évben. Kimagasló volt az üzem történetében a magas teljesítmények és a magas bér. Az idei év az kicsit rosszabbak a munkahelyek értesedési szempontból, de ebben az évben is a 15-20 ezer forint között megkeresem. A hűség jutalomra 40 ezer forint fölött várok. Itt dolgozik a bátyám, szintén csapatvezető, ő még jobban keres nálam. Igaz, hogy egy vaskosabb ember, de ő körülbelül majdnem a dupláját össze tudja hozni. Igaz, hogy feltöréshajtó az egyik legnehezebb munka a bányában. 29 éve kezdtem a bányamunkát, és sajnos, mikor idejöttem, még nagyon sok nehezebb munka körülmények között kellett dolgozni, mint jelenleg. Volt olyan időszak, hogy talicskázni kellett a bányában, lapátulni kellett, hordani kellett a munkáján, megközelíteni a gurítóval, hogy fépere le lehessen húzni. Egy év alatt több betegséget összeszedtünk, mint jelenleg most új dolgozó idejön, 10 év alatt összeszedik. Embert próbálott munka ez. Ezen a szinten
a kőzet és a helyenként belőle fakadó víz hőmérséklete eléri az 50 Celsius fokot. A közeget tehát hűteni kell. Ennek a bányának a lelke az előbb elmondottak miatt is, a sugárvédelem miatt is, a levegő. Nagyon nagy levegőmennyiségekkel dolgozunk, intenzíven szellőztetjük a munkahelyeket, sőt, némelyiket hűteni is kell, azért, hogy a hőmérséklet elviselhető legyen. Mi azt mondjuk, hogy kellemes legyen. Minden munkahelyen igyekszünk, és el is érjük ebben az igen nagy energia faló folyamatban, mert ez nagyon pénzigényes. A 26 Celsius fok alatti effektív hőmérséklet. Csupán egy adat a levegő mennyiségére. Jelen pillanatban a szállítóakon a szívótorkán közel 17 ezer köbméter levegő áramlik be percenként. Ez még növekedni is fog a bánya terjedésével, és akkor, amikor az üzem önálló szellőztetési rendszerrel rendelkezik. Vágott hajtáson szinte teljes egészében 1986-ban 97%-ban már főteszegecs, vagy ahogy a bányászatban használatos kőzethorgony biztosítást alkalmaztunk lőtt-beton kombinációval. De úttörőként ez az üzem a fejtésekben is kőzethorgony biztosítást alkalmaz. Tavaly a fejtések 45%-át már ilyen biztosítási módszerrel művel. Ez a megoldás olcsóbb, évente legalább 30 millió forint takarítható így meg üzemi szinten a hagyományos biztosítási módokkal szemben. Ismét a szállítóakna. Fürdés, öltözés és irány az ebédlő. A kalóriadús bőséges érkezés után a várakozó autóbuszokba, illetőleg kocsiaikba szállva hazatérnek az uránbányászok. Az üzemvezetés és a filmünkben szereplő dolgozók egy része a brigádház felé igyekeznek. Nagyon jó érzéssel kell, hogy elköltsön bennünket az, hogy szükség van ránk. A mi üzemünkre, a mi vállalatunkra, erre az iparágra. Gondoljátok csak el, ha a paksi atomerőmű azzal a kapacitással termel majd, ami most már elhatározott és fix, hogy jön az újabb két darab 1000 megawattos egység, hát az összesen ugye 3760 megawatt, tehát majdnem 4000, nagyon jelentős hányad az ország villamos energiatermeléséből, hogy ezt a szükségletet majd a mi üzemünk, az ötös üzem, nyersanyagban tulajdonképpen tudja biztosítani, legalábbis az önét tudja biztosítani. Majd úgy később, a jövő évezredben, remélem, hogy az első két évtizedében föltétlen.
Ez mindenképpen egy nagyon jó érzés. Ez már a jövőben vetett hitnek a kérdése, megnyugtató érzése.